A hosszú temetőben családja, barátai, tisztelői körében kísérték utolsó útjára a hosszantartó súlyos betegség után 66 esztendősen elhunyt Vinicai Tibort. Horváth Imre kanonok gyászbeszédében kitért arra, hogy Vinicai Tibor hittel élő emberként élt, és kórházi ágyánál is gyermekei jövőjét tervezte. Majd Cserpakovics András polgármester tekintett vissza városvezetőként a közösségépítésben végzett munkájára, felidézve utolsó beszélgetésüket. A beszélgetésben mondott egy, most úgy gondolom, hogy talán üzenetet és egy ügyet, amit ő fontosnak tartott. És bár nekem mondta, úgy érzem, hogy nem csak nekem szólt vele. Ezért, ha megengedik, akkor ezt elmondom. Az üzenet valahogy úgy hangzott, hogy tudnunk kell egymással beszélgetni, akkor is, ha egyetértünk, és akkor is, ha nem. Az élet, a nemzet, vagy éppen a város ügyei, azok túlmutatnak azon, hogy éppen miben értünk egyet, és miben nem. A közös felelősségünk azonban beszélgetni. Murányi Otto búcsújában a sikeres életpálya pillanatait idézte fel. Vinicai Tibor tanulmányai során agrármérnök és külgazdasági diplomát szerzett, mindkét pályán ki is próbálta magát, majd üzletemberként gazdasági területen dolgozott élete során. 1988-ban lett a Magyar Demokrata Fórum tagja, s egyben a fehérvári szervezet alapítója, majd 2000-től az MDF országos elnökségi tagja lett. A 2006-os helyhatósági választások után társadalmi megbízású alpolgármesterként vett részt Székesfehérvár irányításában, majd a ciklus végén a 2010-ben lemondó Varvasovszky Tihamér polgármester helyére került megbízott polgármesterként. A labdarúgás örök szerelem volt életében. Fiatal korától kezdve szerepelt különböző fehérvári csapatok játékosaként, majd szakvezetőként, a Videoton FC ügyvezető elnökeként, illetve a Fejér megyei labdarúgó szövetség elnökségi tagjaként dolgozott szeretett sportágáért. Emlékét megőrizzük.